Puskásnak adja, Puskás, gyerek, kire lő! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Amint látják a kedves nézők, mi komolyan vesszük a járványi védekezést, hiszen a mai mérkőzésünkön ez a megyei első osztály 12. fordulójából majd megtekinthetik a cigándesi nyíkládázi DL mérkőzést. Hát kimaradó utasításban, és ez nem helyi jellegű utasítás volt természetesen a kormány rendeltként, hogy ezeken a rendezvényeken a maszkviselések kötelező a nézőtéren, ugyanúgy a munkatársainak is. Hogyha Orosz József kollégámat látnák, neki nem ilyen szép van, mint nekem az övé sokkal szebb maszk, neki városi televízió van ráírva. Na de félretéve a tréfát, tehát megyei első osztály 12. fordulójában hamarosan kezdődik a cigándesen nyíkládházi DL mérkőzés. A hazai csapat jelenleg 4. 23 ponttal, a vendégcsapat pedig 15. 6 ponttal. A két csapat legutóbb az előző bajnoki szezon 15. fordulójában, most Puskáznom kell, találkozott itt Cigándon. Akkor a cigándi csapat nagyon könnyen nyert 5-1-re és szerzett 3 pontot. Az előző fordulóban a csapatunk 0-0-át játszott Tencsen, míg a nyíkládháza Bán-Horvátiban vendégeskedett, ha jól látom, igen, amely viszont elhalasztott mérkőzés lesz, azt a mérkőzést majd decemberben fogják lejátszani. Tehát, hogyha megnézik az óra visszaszámlálást, 19:50 van még a hátra. Tehát, kedves nézők, akkor hamarosan kezdődik ez a 12. forduló. Hát szerintem jó mérkőzést láthatunk, mint az előbb is elmondtam az előző meccsünkön, amit itthon játszottunk elők. Egy nagyon könnyedén nyert 5-1-es meccs volt. De hát minden azt szokták mondani, hogy azóta már sok víz lefolyt a Tiszán, lefolyt a Dunán, lefolyt minden folyón. Hát remélem valóban jó mérkőzés lesz. Az időjárás jó, igaz, hogy a pályatalaj egy kicsit mély, na de hát ez legyen az ellenfél gondja is. Én mindenkinek jó szórakozást kívánok Orosz József kollégám nevében, és hajrá Cigánd! A múltkor elmaradt a mérkőzés előtti interjú Nagy Gáborra, mert ő előtte megkért minket, hogy ne legyen interjú, mert akkor az nem jó ómen lenne. Nem volt interjú a meccs előtt, hát nyertünk is. Gratulálok ahhoz, gratulálni tudok-e az előző szezon 70 a döntetlenhez? Először is az előző mondatot szeretnék hozzászólni, igen, a játékosok, meg az edzők, babonások. Az MVSC ellen, amikor játszottunk, nem most, hanem a tavalyi évben, kikaptunk. Az egy vereségünk volt, és úgy döntöttem, hogy megpróbáljuk ezt. Nem nyilatkoztunk, nyertünk. Ha ezen múl is, anyikám, és a kedves nézők, ne haragudjon senki, hogyha meccs előtt nem nyilatkozunk. A Encselén mérkőzés sajnálhatjuk, mivel jobb csapat voltunk. 20-22. Perc környékén egy kiállítás történt a csapatunkból. Két sárgalapos, a Molnár Zsoltit kiállították. Kicsit szigorúnak tűnt, de igazából nem ezen múlott. Egyel kevesebben voltunk a pályán egy 70 percen keresztül, helyzeteink megvoltak. Kapufát rúgtunk, az ellenfélnek is volt egy-két lehetősége, nekünk vagy 5-6. Sajnos nem sikerült gólra váltanunk, mély volt a talaj. Nagyon elfáradtak a játékosok a mérkőzés végére, ugye, hogy egyel kevesebben voltunk, egyszer koncentráció az gyengébb volt, sajnos 0-0-val kellett hazajönnünk, de ma nyerni kell. Hát ugye azt beszélni, hogy sajnos 0-0-val kellett az idő, hogy mondtad, azért nagyon sok időt kellett emberhátrányban játszani, egy olyan talajon, ami nem biztos, hogy a mi játéktípusunknak megfelelő. Így van, tehát amit mondtad is, hogy nem egyszerű ugye 10 emberrel játszani. Nyilván, ha van 5-10 perc hátra, akkor teljesen más minden, de 70 perc azért hosszú idő úgy, hogy az ellenfél hiába 10-en voltunk, a saját kapujuk elé, a saját térfelükre visszahúzódtak, nekünk kellett feltörni a védelmet, ez sokkal több energiát igényel, mintha csak védekezni kellene. Nem sikerült, ami sajnos, pont mondtam a játékosnak, a szembetűnő ebben a fél szezonban, hogy az NG meccset is beleértve kb. 10-15 kapufát rúgtunk ebben a fél szezonban. Csak a gesztei meccsen ment be 3, a többi mind kifelé jött, tehát ez a szezonunk úgy látszik, hogy a kapufák kifelé jönnek. Ha ott is bement volna, akkor ezt a meccset úgy gondolom megnyerjük. Ez a mai mérkőzés a tabellát tekintve olyan papírformának tűnik, hiszen az ellenfelünk igaz, meg Puskázok 15. és mindösszesen csak 6 pontjuk van. De azt ugye tudni kell, hogy ezután, a hazai mérkőzés után nekünk lesz két idegen meccsünk, hogyha jól tudom. Ugye ezt a csapatot az előző szezon 15. fordulójában 5-1-re simán meg tudtuk itthon verni. Mi lesz a mai mérkőzésen?
Hát reméljük, hogy győzelem. Nekünk ugye itthon mindenképpen győzni kell. Idegenbe is meg kell próbálni mindenhol mindent megtenni annak érdekében, hogy győzzünk. Nyilván mindent a játék fog majd adni. Az ellenfélről nem sok pontot szereztek a bajnokságban, viszont mi az Encsel 0-0-at játszottunk, ők 5-1-re megverték őket 2 héttel ezelőtt, tehát ha ebből indulunk ki, akkor feljövőbe csapat, főleg úgy, hogy edzőváltáson estek át az Encsi mérkőzés előtt, tehát biztos, hogy jobbak, mint amit a helyezésük mutat, voltak szerencsétlen mérkőzéseik is, de hát nekünk most nem az ellenfelet kell nézni, nekünk magunkat hát nyerni. Az a jegyző, hogy Nagy Gábort hallhatták egy kis esélylatolgatásként így a mérkőzés előtt. Kerestük az ellenfél edzőjét is, de halaszthatatlan dolga van benne a játékvezetőkkel. Úgyhogy majd vele csak majd a mérkőzés után fogunk beszélgetni. Tehát mi még egyszer mindenkinek jó szórakozást kívánok. Tehát hamarosan, pillanatok múlva kezdődik a 12. fordulóban a Cigány Nyéklátháza mérkőzés. Hajrá, Cigány! Cigányeseményeket házi délmérkőzés. Részes az adminisztratív probléma lehetett, hogy csúsztunk egy kicsit a kezdéssel, de lényeg az, hogy hamarosan kezdődik a meccs. Tehát Cigányeseményeket házi dél, elmondja össze a vendégcsapat összeállítását. A vendégcsapat jelenleg 15. 6 ponttal, 1-es számmal Balog Mihály, 2-essel Gál Csaba, 5-essel Bóna Gergő, 6-ossal Bodnár Dominik, 7-es számmal Eperjesi Ákos, 9-essel Stumpf Ákos, 10-essel Banu Attila, 11-essel Nagy Bálint, 13-essel Szegedi Tibor, 15-essel Lakatos Viktor, és 16-es számmal Makolnyi Kristóf alkotja a vendégcsapat 2-11-ét. Kispadon kapott helyet 8-assal Lengyel Zoltán, 12-essel Hajdú Marcell, 14-essel Delvarics István, 17-essel Zsadányi Róbert és 18-essel Koren András. A nézőben a házigazda Cigányese összeállítása, Csaba Tugyányi a 4. 23 ponttal, 1-essel Bodnár Máté, 4-essel Fodor Ákos, 12-essel Popovics Patrik, 6-os száma Répási Regő, 18-assal Csáki Péter, 7-essel Oravec Zénó, 99-es száma Buda Bence, 98-assal Sáfrány Ernő, 17-essel Jóni Gábor, 24-essel Timpó Zsolt, és 8-assal Králik Mihály alkotja a hazai csapat kezdő 11-ét, Kispadon kapott helyet 21-essel Csáki Tamás, 10-essel Balogh Marcell, 20-assal Palágyi Milán, 28-assal Cserdenyák Tamás, 92-essel Einsperger Adrián, és 14-essel Rézinger Boton. A cigányi csapat edzője Nagy Gábor, a játékot vezeti Szoboszlai Péter, asszisztensei Forgás Máté és Oscsenda András. Fejlőket veszünk figyelni, hogy a rendelet szerint a nézőtér a maszkviselések kötelező, illetve megkérem önöket a stadion területén, a nézőtér területén tudják dohányozni tilos, dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. Kérem, hogy a magatartásukkal segítsék a rendezők munkáját, én mindenkinek jó szórakozást kívánok. Hajrá, Cigány! Thank you.
Thank you.
Hajrá, cigány! Nézd az idős, Pori!
Thank you.
Thank you.
Köszönöm szépen!
Nyúlok a zsebedbe!
A 11-es számmal játszó vendégjátékos Legbán kapossága, a Torcigán Végrathágyat pont 10. percben szerzett gólával tovább és 0-1. Hajrá Cigán! Ez
Thank you.
Kedves szurkok, a játékvezető 2 percet hosszabbít, Cigány nyíklátázza továbbra is Hulda 1. Hajrá Cigányt! Yeah.
Gyerünk, gyerünk!
Cseh, a hazai csapat a 8-as számmal játszok, Králik Mihály helyére érkezik 10-essel, Balog Marcell. Tizenkettes számmal játszik Popovics Patrik, helyére érkezik 20-assal Palágyi Milán, Cigány Liga házas túl 10. percben szerzett góljával továbbra is 0-1. Szarvat! Basszi,
Te jelsz mindenkit egy emberi mesterségem. Mondj neked el, ki világ. Ezért a csapatért van. Ez a világ. Most van az itt a füles tér. Menjél neki! Marra! Magyarázzon már meg neked te! Hülye! Hát de azt, hogy ott van a másodott meg minden van nincs. Hát ha nem meg, akkor meg kéz? Hát akkor meg kéz, nem? Kérj a
Ez az. Akkor erre. Lefelé. Rendesen! A cseri a hazai csapda 99-es számmal játszó Buda Benceire érkezik, 92-essel Hensberger Adrián, Cigán Néklát háza továbbra is 0-1. Hajrá Cigán! Számban játszó Cigándi játékos Sáfán Ernő kapott sárgalapot, Cigándi éklátáza tovább is 0-1. Hajrá Cigán! Gyorsabban kellene, fiú!
Cserél a vendégcsapat, az 5-ös számmal játszó Góna Gergőjére érkezett, 12-essel Hajdú Marcell, Cigány még átváz a továbbra is 0-1. Thank you.
Mi van, fiúk, nem akartok focizni? Akkor menjetek le! Menjünk hazafele! Három csomag foci mellett. Kutyára, a 73. percben tartunk, Csáki Péter révén bekukázza előnét az ellenfél, Cigányék átházázza 0-2. Hajrá Cigányt! Nem vagy fiúk, mindenki fordítani! Milyen szarjátok! Itt a hazai csapat a gólszerző viszonyi számolás, hogy Tinkó Zsolt, Cigány Nyilvát háza az 1-2. Attól fel, gyere a pályára!
Csak a tagó szerző, az Evangél játékosa, a Benó, Attila, aki tízes számra játszik, így Cigányék, hát az a 2-2. Csapat a 9-es számra játszó Stúd Elkosére létezett 8-assal, Lengyel Zoltán, Cigány, Mokrát Háza tovább is 2-2. Hajrá, Cigány! Ott van!
Szegedi Tibor helyen érkezett 14-esen, de ahogy is István Cigány, hátháza továbbra is 2-2. Hajrá Cigány! Adjál már sárgát neki! A gyermek is végül, hogy két ünk. Gyerünk fiúk, 10 perc, sincs! Megy a labdából! Húzott fejjel! Húzott fejjel! Húzott fel, kérjek! Thank you.
Epegyesi Ákoson érkezik 17-essel, Zagányi Róbert, Cigányi Lukáháza tovább is 2-2. Hajrá, Cigány! Ez az! 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 Ez az!
Ha minden kell állandóan felemelgetni a szaroslapot? De miért spicce nem tudja kézni? Nincs a kapus, aki meg tudja 3 méterre, hol ér már el? Hát ezt csinált az ellenfél. Ja. Spicce megrúgta, az a kapus felé. Ivet fel! Jelte föl most már! Ivet föl! Jó, a három évig a kivejátszik három évig. Menjetek, mi nem kérdezik! Gyerünk, 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 gyerünk! Fajtászulottól! Megyei első osztály 12. fordulójából Cigányvesi Népvásár idei mérkőzést láthatták, én a mutatásom jön az eredménye, búcsúzom, tehát Cigányvesi. Hát véget ért a mérkőzés, túl nagy öröm nem volt benne, igaz, hogy örülhettünk a döntetlennek, tehát a végén, mint már látták, jön, hogy 2-2. Már régen voltunk olyan mérkőzés, ahol 2 öngól is volt. Hát ez sikerült most. Cigándon most itthon szünetel a futball, mert csak 3 hét múlva játszik itthon a csapatunk, ugyanis most egymás után 2 idegenbeli mérkőzés lesz. Én Orosz József kollégám nevében is megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszont látásra, és az eredménytől függetlenül is hajrá Cigánd! Fikó Sándor voltam, jó éjszakát kívánok!